Sziasztok, Zsolt vagyok. Amíg szellőzik a kocsi, addig felvezetem, hogy a mai videóban az NG-t fogjuk megnézni a Tenzitől. Ez egy ilyen koncentrált, vagy hogy mondjam, sűrűbb verziója az NG GT-nek, ugye a GT az a használatra kész, ez pedig amit lehet higítani, mégpedig úgy, hogy azt mondja, hogy mindjárt odafordítom, tehát azt mondja, hogy 1-3 litert kell adni a 10 liter vízhez. Hát én most, mivel ugye jó retkes kerekeken fogom kipróbálni, ezért amit csináltam az az, hogy 200 ml terméket adtam 600 ml vízhez, úgyhogy meglátjuk, hogy fog dolgozni. A gépjármű nem volt lemosva egyáltalán már jó 8 hónapja, 9. hónapja, úgyhogy összegyűlt mindenféle retek rajta. Úgyhogy igen, még egy kis apró betűs, a terméket az automosoweshop.hu-tól kaptam, viszont ez nem egy fizetett hirdetés, az őszinte véleményet fogjátok látni és hallani, mint mindig. A kerekeken fogjuk kipróbálni, mégpedig a gumin és a felniken, úgyhogy hát ne is szaporítsuk a szót, csapassuk!
Nos, fiúk, lányok, ez volt a Tenzinek az NG nevezetű keréktisztítója, ami ugye jó akár a gumira is, meg a felnire. Értelemszerűen ez egy erős, lúgos tisztítószer, és megint csak jól teljesített, mint ugye a múltkor a készre kevert verziója, a GT vagy GT. Amiért ugye ez jobb, az az, hogy gazdaságosabb. Tudjátok szabályozni a keverési arányt, hogyha nem annyira koszos a kereketek, akkor nem kell annyit hozzáadni, ha meg nagyon koszos, akkor meg tudtok még hozzáadni. Úgyhogy megint csak nyugodt szívvel tudom ajánlani, jó a cucc. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek le egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!